Sziasztok, már éjfél is elmúlt. Elég sokat ütköttem itt ma, de nagyon szomorú dolgok történtek itt a Chips és Pula adásával kapcsolatban. Nevezetesen két új játékot mutattam ma. Reggel volt egy csomó előadás, aztán délután el kellett mennem, és este pedig a beígért Premier Xbox 360 live-okkal folytattam az adásokat. Nevezetesen megérkezett a Far Cry Classic, ugyebár 10 év után újra dolgozták kicsit grafikailag a Far Cry részt, de nem is ez a lényeg, hanem a demót is adtam már a Final Fantasy 13 Lightning Returns nevű játék, aminek hatására a szépen gyarapodó csatornát, amin most már, nem is tudom hány videó van. Valahol láttam, mennyi videó van. 157 vagy valami ilyesmi van. Hát igazából letiltottak az élő adásokról. Hát áldozatul estem ennek a harmadik fél tartalma, meg mindenfajta jogdíjas dolognak. És elvettek így a... Aztán mindenféle alternatívát próbálgattam igazából. Cybergame TV-től kezdve a nem is tudom milyen csatornákat töltöttem le, mikkel próbálkoztam. Próbálkoztam ilyen Hitbox TV, Cyberbox, ilyen, már mindenféle próbálkoztam, de még mindig a YouTube a legjobb live-a. Tehát igazából az a gond igazából, hogy az összes csatornának igazából az a gáz, hogy csak prémium előfizetőben lehet gyengébb minőségbe adni. Tehát nagyon jó az, hogy jó minőségbe tudsz adni, de nagy részében a nézőknek azért akadni fog az adás. Így a YouTube-ban mindenki eldöntheti, hogy 240, 480p-be, 720p-be, 1080p-be nézi az adott adást. Tehát te adsz a legjobb minőségben, és mindenki úgy nézi, ahogy kényelmes, illetve nagyon nagy szerverparkkal rendelkezik, tehát igazából, és pluszban még az, hogy frankon el vannak mentve az adások. Úgyhogy nagyon-nagyon morfondíroztam, megmondom őszintén. Menjünk kicsit közelebb. Szóval nagyon-nagyon morfondíroztam így a dolgokban. Itt most megmutatom nektek a dolgokat. A videókezelőbe bemegyünk. Akkor itt van az élő események. Itt van az, hogy ez a fiók számára az élő adás közvetítés jelenleg nem érhető el. És az volt, hogy három figyelmeztetést kapok, és a harmadik után elveszik. Na, ehhez képest igazából nekem volt egy ilyen Kickbeat nevű interfos játék, amiben valami zenei tartalom volt, a szerzői jogot megsértettem, illetve ugye itt volt ma délután a Final Fantasy 13 Lightning Returns, ahol a szerzői jog megsértése volt. Na most az a poén, hogy a Square Enix 16.47 időpontban, 16.47 időpontban, 16.47 időpontban, és nem audiovizuális tartalom, hanem a Square Enix tulajdonat képező videótartalom volt látható. Tehát most már nem csak a zenei anyagra kell figyelni igazából a videósoknak, hanem gyerekek, kedves nézőim, igazából az van, hogy már a videó tartalmat se. De ezt honnan tudja egy videós, hogy most ezt éppen lehet, azt éppen nem lehet adni? Tehát fingja nincsen, ad gameplayt, egyszer csak elveszik az összes jogát. És hiába mondom én azt, hogy én ebből igazából nem szeretnék pénzt szerezni, meg ilyenek, nem. Volt egy nagy hiba, megmondom őszintén mi, a nagy hiba az volt, hogy az OBS-ben, tehát az Open Broadcast-tel, amit adok, van egy ilyen beállításokban, van egy adás beállításoknál, itt van egy olyan, hogy autó újra csatlakozás, és nekem ez igazából be volt tipálva, és úgy elkezd újra konnektálni. Tehát itt az autó konnektálásnál igazából az volt, hogy háromszor megcsinálta, és hogyha egyszer lájtottam volna, akkor nem történt volna ez meg. Tehát aki élő adást az nagyon fontos az, hogyha YouTube-on ad, akkor mindenféleképpen a YouTube-osnál mindenféleképpen ezt a dolgot, ezt szedje ki. Mert ha jogvédett tartalmat ad élőadásban, akkor ez kiküszöböli azt, hogy a szerver igazából ismét fölmenjen rá.
Na én azt szoktam csinálni igazából, hát tudjátok, a nagy részéből a CNC Live, most ezt mindenki nézze meg, aki ezt a videót nézi és szereti az írodásokat, mert igaz, hogy YouTube csatorna eltűnt, de a cnclive.blogspot.hu, ez az oldal, ez megy. És én mindig oda az van beembedelve, ide fölőre, illetve itt csetelni is lehet, illetve ide az van mindig beembedelve, ami van. Amint az élelmesebbek láthatják, hogy már YouTube, új YouTube ablak van beembedelve, hát igen, én a magam részéről a fiókváltásnál ugyanezzel a névvel készítettem egy... Na, milyen nincs megjelé, de hogy nem van. Na. Szóval készítettem egy új csatornát, és ez pedig természetesen, hogy valamilyen közel legyen az előzőhöz, Chips and Cola Live. Tehát tulajdonképpen az élő adásoknak a tartalma, videók itt lesznek most jelenleg, úgyhogy aki még nem rest, az ide is feliratkozhat. Igazából most megcsináltam azt, hogy elmentettem az adásokat, de hát az egy órás adás az 2 giga, tehát igazából bonyolult lenne ezt fölvenni, úgyhogy még kicsit még így kicsit még ilyen gondolkodóban vagyok, hogy mégis mi legyen. Most jelenleg az van, hogy a CNC Live, tehát CNC Live blogspot.hu-n mindenféleképpen láthatok élőadásokat, és ahogy mondhattam, YouTube adásokat. Most aki akarja, az a Chips and Cola Live YouTube csatornát is lájkolhatja, mert belefér szerintem. Még egy lájkot tegyen, főleg úgy, hogy valószínűleg most már oda fognak szaporodni a videók, mivel nem fogom visszakapni. A YouTube-tól sem volt ez egy igazából szép dolog szerintem, hogy azt mondták, hogy 3 figyelmeztetést kapok, és a harmadik után törlik. Tehát én a második után simán törölték a csatornámat. Én nagyon-nagyon úgy gondolom, hogy mivel ez nem bevételszerzésre van ez az egész történet, én nagyon gondolom, hogyha van valami jogvédett tartalom, akkor ne bontsa el, és utána a program újra konnektál. Gondolhatják, hogy az automata szoftverrel dolgozik az ember, és újra konnektál, és már meg is van a bank. Miért nem jön föl egy nagy figyelmeztető jel, hogy uram, ön megsértette ezt, ha folytatja, akkor elveszi a csatornáját. És ha ott rábőbb a hülye gyerek az igenre, akkor vegyék el. De ami nem tesz ilyen figyelmeztetést, csak az ember csak ad, egyszer csak eltűnik a csatornája, hát ez kurvára nem jó szerintem, megmondom őszintén, de hát ez van. Én azt mondom, hogy ne fogjátok találni az élő adásokat. A Facebook oldalon fönn vagyunk a Chips and Cola-n, Chips and Cola, ott megtaláltok a Facebookon, ott mindig kérem, hogy hol vannak élő adások. Illetve a CNC Live, ott blogspot.hu, ott mindig megy a chat is, és az élőadás is. Tehát aki akarja nézni valamilyen szinten az a pár ember az élőadásokat, az a pár ember, meg az a 184, aki feliratkozott a YouTube csatornára, a videók miatt, az javasolt, hogy valamilyen szinten keressenek, hogy jelenleg hol vannak a videók, mert hiába készítek élő felvételeket, azok nem mennek oda föl. Szomorú történet, de hát ez van. Szevasztok!